Ez nem a tanács. Jó. Volt még az alkohol. Atya úristen. Legyen az alkohol, oké, ezt megnyerték, meggyőztek. Alkohol lesz a film címe. Mi legyen a nyitó kép? Igyá. Igyá. Igyá vagy ijá, vagy meg igyá. Igyá. Lovarda? Az nem. Aha, almapálinka, igen. Na jó, akkor... Galamb. Oké, tehát a nyitókép, ugye a filmnek a nyitóképe, én fogom megjeleníteni a filmet, tehát fontos, hogy azért... Volt egyszer az igyá, azt hallottuk, viszont az igyára. Hát, még te se szavazol, aki bennem. Annyira jól sikerült. Igyá, olyan röfos vagyok, nem mondom. Jó? Várjuk, hogy menjünk sorba. Ugye rövid távú memóriám. Mi volt itt még? Alma pálinka? Hát az nem. Igen, jó. Jó. Akkor volt itt még valami, ami... Mi? Egyszer. Galamb. Kiszavaz a galambra? Ajajajajaj, de erős lett. Ajajaj, egészen jó. Jó is. Fodrászat? Kiszavaz a fodrászatra? Fekvőrendőr, vidámpark. Most én már csak mondom, jó, mert mindenki ugyanannyi. El fogom dönteni. Fodrászat az jó, az nem rossz, nem? Jó. Akkor emeljük már föl a kezünket, a jó. Köszönöm. Fodrászat. Az lesz a zárókép. Na. Hú, de nehéz szülés volt. Látszik, hogy a SZESZ azért már dolgozik. Tehát. Elkezdődik a film a nyitóképpel. Akkor még, amíg az beindul a filmecske, addig még nem kell nyomni, de utána nyomogathatja a csengőt, nyomogathatjátok. Amikor megszólal a csengő, önök kiszednek egy lapot, és beolvassák azt a szót a mikrofonba. Együtt, összes gondolatunk összekavarva, talán sikeres lesz, jó szórakozást kívánok! Edward Wilkinson és John Fenton regénye alapján Mogács film bemutatja az Alkohol című filmet. Dramaturga nézők. Fényképesze Konzenszentrics Vicente. Alkohol. A galamba lepattant párkányon sétálgatott. Arra várt, hogy újból kinyíljon az az ablak, ami minden nap egyszer nyílik ki. Melegházasság. Melegházasság. Ez az ablak... Egy melegház ablaka volt, amiben egy csomó fasság volt. Ezért várt a galamb, hogy mikor kinyílik ez az ablak, bemehet és az ott lévő meleg magokat összeszedegetheti. De a gazda, aki bent áldogált, imádta az alkoholt. Úgyhogy nem nagyon haladt a munkával. A szemét sem nagyon tudta kinyitni, mert kurva meleg volt. Nem értette, hogy mi. Úgyhogy csak fogott egy-két dolgot. Kletvas. Egyszer csak valami kutyaugatást hallott meg a sarokból. Úgyhogy fogta a kletvasat. Takarod csak a vilványát! Ezzel a mozdulattal elhajította a vasat, ami
ketté törte az üvegház oldalát. Egyből rengeteg levegő áramlott be, a galamb is egyből beszállt, gyorsan keresett magának egy jó magot. Az öreg meg megérezte a szelet, a napsugarat, az illatokat, ami kintről jöttek. Benzingőz. Exponenciális egyenlet. Eszébe jutott régi élete, mikor még exponenciális egyenletek fölött görnyett. 10 év telt el, mire rájött, hogy nem érti. Ekkor elment kertésznek, de most elhatározta, hogy nem adja föl. Megpróbálja újra. Nem vagyok én hülye! Azzal elszabadul. Kegyelem döfés. Ahogy kimászott az ablakon, meglátta a kutyát. Ezt talált, buksi. Megadta neki a kegyelemdöfést, és továbbadtat. Soros. Oda jött egy másik kutya. Te vagy a soros kis köcsök. Nem szerette a kutyákat. Kiment, véget ért az üvegházhatás, ami tulajdonképpen 4 napon keresztül nyomorgatta. Körbenézett, meglátta a busz megállót, ahol mindig leszáll. Mellette a kisboltot, előtt bement még egy kis alkoholért. Metró alagút. Ezután egy gyors vágással a metró alagútban találta magát. És ahogy belenézett az egyik plakátba, a plakát műanyag borítóján megcsillant a tükörképe. A hajam. Telefonos beszélgetés. Szarul áll a hajam. Elkapta a telefonját. Fölhívta a feleségét. Magdi! Nekem ilyen szar volt a hajam akkor is, mikor elindultam. Rezsipont. A rezsi pont. Rájött, hogy el kell menjen a fodrászhoz. Itt nincs visszaút. Hiába részeg, attól ő azt még nem érzi. Úgyhogy el is indult, fölment a metró aluljáról, a mozgó lépcső, mentek el a különböző arcok mellett. Walkman fülhallgatós, rapperek. Pacalpörkölt. Egy furcsa törpe, aki pacalpörköltet mászol. Fölért, ott is rengeteg galamb volt. Elkezdte nézni a tájat, hogy vajon hol lehet egy fodrász. Elég furcsa hajú emberek mászkáltak jobbra-balra. Köldök piercing. A legfurcsább haja egy köldök piercinges fazonnak volt. Fele raszta, fele úgy állt, mintha elcsapta volna egy kamion. Hé, álljál meg! Mit akarsz? Hogy csinálod a dolgot? Pongyol a pitypang. Mi? Pongyol a pitypang. Te pongyol a pitypang, te! Hol mérik az ilyen hajat, ne? Sértegetsz, öreg? Na igen, sértegetlek! Meg is foglak ütni, csak előbb elmondod, hogy hol a fodrász. Szabolcsi. Én Szabolcsi vagyok, öreg. Észre csinál. Én meg nem tudom, honnan jöttem, de a lábtechnikám még elég jó. Emelte volna a lábát, ebbe a pillanatban
autók. Rájöttek, hogy az autóút közepén állnak. A lámpa zöldre váltott, és... Kurva anyátokat! Még visszajövök! Kiment, és a szél pont úgy csodorta, hogy egy fodrászüzlet előtt áldogált. Doppler effektus. Amikor a bölcselkedő emberekről beszéltem, ő tudja, mi az. Doppler effektus, fodrászüzlet. Na, gratulálok, ez jó lesz nekem. Bement. Bent egy kedves, óriási fodrásznő volt. Jó napot kívánok. Azt szeretném, hogy a hajamat valahogy rendbe vonja, hogy úgy igazán szép legyen. Majd a fodrásznő megvizezte a kezét. Zsukszlusz kulcs. Zsukszlusz kulcs? Igen. Zsukszlusz kulcs. Ha... Zsukszlusz kulcs. Zsukszlusz kulcs. Az is bekaphatja, aki ezt írta. Ha ki tudod mondani azt... Bocsánat, ez nem jó. Ha ki tudod mondani azt, hogy zsukszlusz, amit én 10 éve próbálok kimondani, de nem sikerül, akkor megcsinálom a hajadat. Normálisan. Ha nem tudod kimondani, akkor is megcsinálom. Én sem. Akkor is megcsinálom, te részeg disznó, de én se, és a többi üzlettársam se fog jót állni magáért. Ki tudom mondani, te dagadt banya? Mozgizdus! Mire harmadszor eljutott a zsúzig, addig a fodrásznő a vizes kezével akkora pofon csapott neki oldalról, hogy a haja beállt, mint Elvisnek. Ezzel kitámolygott. Pittyentés. Ezzel kitámolygott, még jött egy pittyentés a telefonján, megnyomta a gombot, videóhívás a feleségéről. Anya! Manó! Anya! Fodrászüzletben vagyunk, gyerekek! Mondom, hogy itt már nem nyomkodunk. Kacsintott egyet a feleségére, beszállt egy Moszkvicsba, beindította, lobogott a haja a szélben, és indult el, hogy megtanulja az egyenleteket.